Na, ez most veszi? Veszi, mindent vesz. Na, csöztök! Várj, várj! Menj bőri! Eddig? És akkor egy picit így arra tudsz csusszani. Jó. Na. Várj, kicsit még. De várj, még nem. Még nem. Izé. Kicsit arra tudsz valami? Gyakorolni kell egy kicsit. Oké. Így jó? Jó neked? Na, jó. Na, tehát így előre hátra, jobbra, balra. Select. A del az ugrás? Aha, delete az ugrás, enterrel lehet aktiválni a cuccokat. A hosszú ügy betűvel így elő lehet venni a fegyvert, illetve el tudod rakni. Ezt próbáld ki azért. Pagy. Jobb kattintás az meg a védekezés. És a ügyvel tudod elrakni. U-val a tárgyakat tudod. A hosszú U-val. A hosszú ővel meg a fegyvereket. Hosszú ővel, ez az. Backspace-re el tudod dobni a tárgyakat. Úgy. Ennyi? Hát végül is ennyi. Jó. Ja. Na akkor kezdhetjük. Mehet. Beneath Mount Kelpagan formed one of the main dwarf settlements in this region. Its principal sources of wealth are weapons-grade steel and the obsidian used for carving sacred objects. Kommentál már nem? It is a very ancient site, known to all races of peoples, from the central kingdoms to the far peoples of the sea, unlike the other cities of the dwarves, which are generally secret places. Ahogy lemászom. Time began, the dwarves have struggled against evil. Generátorok jól vannak. Nem baj. Combat the forces of darkness. Természetesebbé teszi a felvételt. Nagyon szép mászgál csak is szájjal meg. Minden szarral, nem? Igen. Na, tehát Kelpagan bányáiban vagyunk éppen. Na, igen. Most Ákos játszik. Mint ahogy ígértem, másik pályán. Így van. Na, lássuk, mit tudsz, Ákos. Hát. Mutasd. Nézzétek el nekem, hogyha majd szar leszek. De szerintem nem lesz gond. Na, a lényeg, hogy ez egy bánya. Nem tudom már a történetét, de az a lényeg, hogy rengeteg orkkal lesz tele, meg izgalmas főnököket kell majd megölni. Hopp, hoj! Igen. Szép volt. Igen, a jó ugrás. Na, igaz, megmutattuk nektek, hogy hogy kell. Ne, azt. Restartolod, aha. Jó, és akkor mindjárt ezt átlépjük. Szerintem mentsünk egyet a pálya elején. Igen, nagyot ugrani csak futásból lehet. Igen, ESC, Escape Game, Save, és akkor így puff, Enter, aztán yes. Na. Igen. Na, de várj még mielőtt elkezdjük. Nézzük meg a pályának a történetét a textre, hogyha viszont. Na, ezt majd le fogom magyarítani, tehát hogyha valakit ez érdekel, akkor a pálya elején mindig megmutatjuk, és ezt el lehet olvasni. Oké, játszhatsz. Igen. Most már megengedjük, hogy játsz. Hát egyértelmű. Na, mindegy, szóval ez egy bánya. Elég ügyetlenül elrontottam az előbb, de hát mindegy. Bírtam volna még egyszer bele se. Ja, nem lesz ilyen. Ugye ez már csapda a láthatáron. Igen, na itt egy csapda jön, úgyhogy... Csak így szépen essél le, és akkor úgy kicsit megy hátrébe. Azaz. Ennyi az egész. Megy ez. Nem veszélyes annyira. Egyébként megsukom az egyik kedvenc pályám ez. Igen, elég sokat szenvedtem ezzel a pályával, de... Nem muszáj súgni, nyugodtan matodod hangosan. Súgni? Uh-huh. Igen, mert megsúgtad az elő. Nem tagadom, kedvenc pályám. Világgá kürtöli Ákos, hogy ez a kedvenc pályája. Itt, ha jól tudom, egy csapda lesz. Leszakad adattunk a híd. Nem, ez nem fog leszakadni, ez majd később lesz. Lokkolja az ellenfelet, elbetűvel lehet. Elbetű a lokk. Előbb ezt igen, nem mondtam. Na, szintet léptünk. Szintet is léptünk. Na, akkor most mutassuk be szerintem a káoszkarnak a támadását, mit szólsz hozzá. Hosszú ővel lehet. Előveszed. Káoszkar, nem hiszem, hogy szereztük a... És akkor... támadását. Csak ki kell választani, és akkor magától előveszi a fegyvert. Igen, és jó, előretámadás és hátra. Előretámadás és hátra. A legtöbb kombót fejből vágom. Előretámadás és most hátra. Azaz. Na.
Ez egy jó támadásnak tűnik. Look, na, többre már nincs energia. Lehet spórolni az energiával, mondom, hogyha a blokkolásra megszakítjuk a támadást. A blokkolás az elbetű, igaz? Uh-huh. Nem blokkolással kell megszakítani, hanem blokkolással. Ja persze, csak a blokkolással egyszerűbb a kijelölt egységeket megtámadni. A mobokat. Ugorjunk szerintem. Mi úgy emlékszem, hogy itt van lesz valami cucc. Vigyázz meg, kilapulsz. Jön egy ilyen golyó. Hopp! Na hát, ez történne velünk is. Mázlista vagy. És a fegyvere is megsemmisült, ahogy lehet látni. Igen. Eltört a fegyverzet. Minden. Hát, ennyi maradt abból az ork fiúból. Igen. Szépen végigmegyünk ezen a hídon. Na most azért néha mentsünk. Na, akkor mentsünk. Szerintem. Igen. Save. Enter. Ide? Mehet? Na mindegy. Mehet. Mentünk, mert előfordulhat, hogy leesünk. Igen, most ott a túloldalon van egy elf kard, ha jól tudom. Erről beszéltem? Na, látod, mondtam én. Kilapultunk. Hát akkor itt visszatöltés. Így van. Enter. Kicsit. Yes. Szokatlan az irányítás. Hát meg kell szokni. De oda a túloldalra nem is érdemes átmenni. Jó, látom, hogy csak egy káosz kard van. Nem az egy lovagnak a fegyvere. Lovagnak, na, igen. Igen. Pályán megtalálhatóak egyébként az összes többi hősnek a fegyvere is. Hát persze azokat is tudjuk használni, csak nem olyan hatásfokkal meg. Meg talán több energia is szükséges hozzá, meg gyengébb támadásokat tudunk felcsinni, igaz Oszkár? Így van. Na, hát itt vannak a kaják, amik igazából most mit szükségünk rá. Ja, maxon vagyunk. Maximális életponton vagyunk. We are full. Vigyázz, mert ez le fog szakadni. Egy csapda, egy szakadó. A csapda, egy talán az a... Hát nekifutásból megoldod. Úgy látom, hogy ez a... De le is nyilaszhatod először. Tudna, most kipróbáljuk az íjat. A ő betű a... Az az. Na, itt megmutatjuk, hogy mit is tud ez az íj. Kinezt nyilvesszünk van. Jobbrább, jobbrább. Hoppáré. Nagyon előtte. Az az. Szép lövés. Ennyi. Búzzá, hát igen, egy kicsit jobbra kell vinni. Látszik, mert balra szóra fegyver. Na, de most szépen visszamegyünk. Kicsit hangosabban. Na. Úgy jön, milyen nehéz kommentálni így, hogy közben játszol is? Igen. Szokni kell. Meg kell szokni. Nekem meg az a furcsa, hogy most így ketten beszélgetünk, mert ugye a Bloodban egyedül igen. Szoktam lenni. Na itt is, hogy van hiszem egy csapda lesz, de inkább én megpróbálok átfutni ezen a helyen. Jaz. Sikerült, ennyi. Megoldottak a problémát. Hát. Lenyűgöző. Leszakadta. Na igen, itt kezdődik egy akció. Előfordul az ilyen. Van. Na itt már akció is. Igen, le fognak nyilazni. Igen, ez mi, azt szélszerű kikerülni, mert majdnem erről beszélek, mert majdnem megölt. Na de jön az ork barátunk. Majdnem farcimpán lőtt. Egy neki egy vörös támadást. Előre támadás hátra. Jaj. Igen, jó, látom annál egy jó kis... Igen, egy ork kard van nála, és ez sajnos ilyen mérgező effektet ad hozzá véráramhoz, ami folyamatosan sebzi a karaktert. És elég nagyokat sebez az ork, vigyázni kell. Hát most gondolod... valószínűleg itt meg fogok inni egy potiont. Vigyázz, vigyázz! Húha, ez most valami hiba. Látszik, hogy nem volt. Hát igen, előfordul, hogy... Csapdába esünk, nem mentettük el. Ez lesz az. Azóta nem mentettünk szerintem. Hát akkor újra kezdjük. Nem baj. Nem baj. Még egyszer, ja, végigélvezhetitek. Pályának ezt a fantasztikus szegmensét. Igen. Használj erősebb fegyvert akkor. Igen, valószínűleg itt nekünk a Death World lesz jobb. És a kombinációkat újra meg kellene szokni. Igen, hát az előbb itt voltunk. Igen, egyébként ez most XP rendszerről fut ez a játék. Win 7-esen ugye a menü nem nagyon jelenik meg.
Bár én, meg is öltök a fiút. Ezt meg is ijatod akkor a szélet előtt, vagy még későbbre jó lesz? Későbbre jó lesz. Jó. Na itt szerintem egy éjjel meg is oldjuk azt a legényt, mivel találkoztunk az előbb. Orkra gondolsz? Aha. Hát, ez is egy opció. Nem is az orkot, hanem azt az orkót, amelyik ott fent próbálkozott. Ja igen, azt a nyilazósat, aha. Még egy kicsit odébb van. Csak célszerű úgy oda menni, hogy ne vegyen észre. Az egység. Jaj, kicsit jobbra. Tökéletesen tudunk célozni. Ja, észrevette. Jaj. Futás! Na, ezzel már simán megoldjuk az orkos problémát. Yeah. Ennyi. Szép volt, Ákos. Megszereztük a... Igen, a nyilvesszőket, amiket használunk, azokat újra fel lehet venni, mert láttátok, hogy nincsen belőle sok. Ezeket célszerű összegyűjteni. Jól mondom, Oszkár? Hát, összegyűjtheted, de időnként lehet találni tegezzel is. Nem szoktam összerejteni. Mindegy. Legyen az, nem emlékszem, hogy hol lehet ilyet szerezni. Na hát, ki is próbáltuk az egyik legjobb kardunkat. Na jó, tudom, ennél az ornál tudunk találni egy... Semmi. U betűvel lehet egyébként, az magától felszedi a kulcsokat, hogy az... Igen, mert ugye a ellenfeleknél szokott lenni kulcs, meg ilyen különböző tárgyak. Vas kulcsunk van. És akkor azokat így automatikusan felveszi a karakter. Ez például egy nehezebb harc volt. Hát szerintem nem. Vagy meg akarod inni? Megijatod. Hát egyet iszom. Megijatod. Mi is találunk helyette újat. Egészségedre. Köszönöm. Sőt, iszok én így is. Ja, a valóságban is ígyunk. Eléggé lesérített ez a harc. Egy kis whisky. Ja, nem, ez víz. Hát igen, a vaskulcsot azt fel is tudjuk használni ennek a Judithnek a kinyitására. Mehetünk is tovább. Na itt úgy látom, hogy megtaláltuk újra a kardunkat. Igen, nem cserélem, szerintem ugyanolyan állapotban van. Jó, nem baj, védekezti oda. Vannak a kis... Nem tudom ezeket, hogy hívják amúgy, ezeket a ellenfeleket. Nagyon, de ezeket a horgokat szerint, hogy volt egy-két ilyen sajt, stb. Van itt, de nem célszerű felhasználni ezeket. Igen, most vagyunk a második pályán, 580 életerővel, tehát hamarosan 1000 fölé fog felszökni. Ott meg már nem nagyon fogunk foglalkozni ilyen 10 életerőpontot gyógyítunk ennyire, meg ilyen dolgok. Jól mondom, Ákos? Jó, persze. Tökéletesen. Javíts ki, hogyha valamit rosszul mondani. Na jó, ez a első pályán még talán. Később meg csak, hogyha már nincsen nálunk potion, akkor talán azokat meg lehet zabálni, mindent felkutatva. Volt olyan, hogy csak úgy tudtam, hogy visszamentem a pálya elére és megettem az összes ilyen ételt. Aztán. Na de hát... Jó van az. Mondjuk elején én is maximalista voltam, tehát így full életerő, szétvertem mindent. Csak már így a 40-valahanyadik végigjátszásnál már tudom mikor van, úgyhogy nem igazán foglalkozok vele. Hoppá, több egység. Na most koncentrál. Hát nem ártott volna menteni egyet? Ezeket simán megoldjuk. Látjátok? Szépen. Mint mondtam, hogy egymást szét tudják verni a katonák. Hát igen, ezek ilyen ork katonák is. Ezek az egységek. Igen, egymással is, meg velünk is harcolnak ezek az ököknek. Igen, meg van egy olyan dolog, hogy ha mondjuk valamelyik ellenfélnek kevesebb életereje van, mint a másiknak, akkor az ugye a háttérbe vonul. Addig, amíg a és erősebbet ennyi. Meg nem öljük. Meg is történt a gyilkolászás egyébként. A mérget lehet gyógyítani, a potionek elvileg egyből leszedik a mérget, ha jól emlékszem. Igen, igaz? Igen, egyből. Na itt hova is kell menni? Nem arra. Itt most olyan ilyen három követ kell összegyűjteni. Igen, össze kell gyűjtenünk három követ, amelyeket majd itt ezen a teremben.
Részen be kell helyezni majd a megfelelő helyekre. Igen. Igen, egy piros, egy kék, meg egy zöld. Hát itt rengeteg csapdás helyen kell majd elmenni. Na itt merre is kell mennünk? Menjünk balra. Menjünk balra. És mentsünk egyet szerintem, hogyha most leessel, akkor egyet. Lesz. Na, hogy leessek. Akkor torkon haraplak. Mindegy. Ezt elmentük. Mentjük ide. Annyira úgyse fogjuk elbénázni szerintem, hogy most persze. Visszább kelljen menni a pályán. Na itt hívunk egy kis liftet. Egész modern. Uh-huh. Ja. That's all, folks. Hát Ákosnak ez nem ellenfia. Teli szájjal is megveri. Simán. Na itt ez egy kicsit. Na most itt, aj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 . Azaz. Na ez egy nehéz ellenfél lesz, főleg úgy, hogy az bal oldalon is célpontból vagyunk véve. Igen. Persze ide se jön. Úgyhogy ezt megpróbáljuk majd megölni. Ez úgy jó, hogy elteszed a kardot egyébként. És akkor úgy közelebb mész, és akkor át fog támadni. Inkább megölöm a kis kardfiút. Inkább lelövöd? Jó. Vagy lelövöm az alkat is. Páré. Na most már mindjárt jön. Na igen, tehát látjátok, most nem már itt gyakorlatilag nem sokat ér egy ilyen. Na de, inkább megyünk, harcolunk a megfelelő fegyverrel. Vigyázz, nagy leesse. Ugye megissza az italt, nem szabad hagyni. Most megissza. Szép volt. Az oldalsó támadást, amit így be akartál vinni az előbb, ez úgy kell, hogy amikor már balra úrott, akkor kell egy kattintást eszközölni. Igen, hát itt még most jól jön az 500-as. Ugye sokkal a fegyvert? Hosszú ű. Még meg kell szokni az irányítást. Gyűjtsük össze ezeket a jó kis cuccokat. Én nehezebb részek. Na itt mit is fogunk találni? Semmit. Ez konkrétan semmi. Menni. Nekem egyszer sikerült felugrálni, de semmi nem volt ott. Na, nem volt ott semmi. Nincs értelme. Liásznál se találunk semmit. Mivel is lehetett célpontot választani? Ellen. Illetve hát az U betűvel lehet így a tárgyakat válogatni a játékvilágban. Hát megy ez. Hát elfáradtunk egy kicsit. Fáradtunk ezzel a fegyvert, mindjárt szintet tépünk annál könnyen lesz, azután használom ezt a fegyvert is. A játék végén már se lehet fáradni szinte ezzel a fegyverrel. Mások. Már még soha nem tartottam meg játék végéig. Meg is léptük a szintet, úgyhogy innentől kezdve itt megnézhetjük, akkor talán 6-os szinten vagyunk, akkor még nem értük el a Valtának a képességét. De hogyha az Abilities-t megnézel a képességeket, akkor most már van egy ilyen, hogy balra támadás, ez a Thunder Smash. Na, nézzük is csak. Próbál csak ki. Na, ez ilyen dupla támadás, ez az egyik kedvencem, úgyhogy itt egy mentést megteszünk. Igen, az is ilyen kb. Kétszer. Ez ügyetlen ugrás, előfordul. Enter. Hát igen, nekifutásból célszer ugrani leginkább. Nem mindig sikerül. Meg tedd el a fegyverrel, lesz szerint. Fegyverrel. Még kell is tesszük el. A törpi, a hosszú üve. A törpével itt még eltett fegyverrel is nehéz átugrani amúgy.
Barbárral viszonylag könnyű. Azaz. Zúcs. Ennyi. Igen. A vágás az egyik legjobb verzió. Na most ahhoz, hogy a legjobb befejezést érjük el a játékban, ahhoz 6 darab rúnát kell összegyűjteni a játék folyamán, ami így a pályákra van véletlenszerűen elhelyezve. Ilyen titkos helyeken lehet ezt hozzájutni. Jól tudom, itt az egyik. És az egyik az most ott lent lesz, tehát hogyha majd oda visszamész. Uh-huh. Akkor nem mégsem ez az ajtó. És leugrasz ott jobb oldalon. Csak vigyázz, hogy ne a... Igen, szóval oda ugorjál le szépen. És itt jobbra be lehet menni szépen. Azt ott bezúzod. Vannak különböző rejtek helye. Hogyha nem gyűjtjük össze mind a 6 rúnát, akkor nem tudjuk megszerezni a kardot, amiről ugye maga a játék szól. Blade of Darkness. És hát akkor nem jutunk el a fő ellenség, a fő ellenség. Akkor Dalguraknál így megragadunk, és akkor... Minden részletre oda kell figyelnetek. Nem. A végjátszás során. Igaz? Így van. Ennyi. Így van, kedves kolléga. Na. Szép kis helyeken járunk. Igen. Nem túl természetes helyek. Igen. Olyan lesz, amit lesz, hogy jól egy egyet szerintem egyet. Jól emlékszem, ide fel kell készülni. Igen, tedd is el szerintem a fegyvert. És akkor most ne nyomjunk semmit, nézzük meg. Igen, jól emlékszem, fel kell mászni itt ennek a... Igen, és majd úgy csináljad, hogy amint vége a izének, ennek a jelenetnek, egyből ugorjál át, mert egyből elkezd emelkedni a savnak a szintje. Igen. És még mászás közben is már sebződni fogsz. Fel kell másznunk erre a kis... Na, ott az első rúna. Dombra is, ezt tudjuk szedni az első rúnánkat. Közben persze a sav az... Ebelkedik. Folyamatosan fog emelkedni. Hoppa, ott egy full life potion, ha jól látom azt. Aha, azt lehet, az hogy jó lenne felvenni. Vagy talán egy lehet nálunk. Hát egy lehet, de megijatod. Jó, hogyha jól esik. Na most már mehetsz. Gyorsan. Na itt, mert a sav az elég erősen sebez minket, úgyhogy célszerű minél gyorsabban felmászni. Igen, hát itt már most viszonylag nyugodtabban is lehet. Maginata, hát az jól látom, hogy ez talán az Amazonnak lesz a fegyvere. Uh-huh. Amazoné. Amazon amúgy is gyorsabb, mint akármelyik, úgyhogy ez gyorsan tud mászni. Igen. Na de már mindjárt ott vagyunk ahol. Szóval tulajdonképpen mindegyik karakterrel jól lehet taktikázni, de hogyha mind a négy karakterrel végigvisztek, akkor majd ti is fogjátok látni, hogy miért mondtam én azt, hogy a barbár a legjobb. Meg is van a rúnák. Egy picit most itt várjunk, itt be akar a játék, ezt majd kivágom. Jajjaj! És megfordult a... Ez magától csinálta. Bold, kopasz. Menjünk arra felsőre, azaz. Mert látod, az előzőek azok még ilyen heroic szintűek voltak, csak megdöglöttünk már néhányszor közben. Ezért most már ilyen bold, ez ilyen kopasz, vagy nem tudom, ezt jelenti. Menjünk a boldra. Hát... A boldra. Ez. Aha. Itt vagyunk. Enter. És yes. Ja, hát előfordul az előfordulnak ilyen. Előfordulnak az ilyen hibák. ez most nem Ákos hibája volt, egyszerűen a script beakadtam. Igen, most még egyszer megváltjuk itt ezt a dolgot. Így van. Gyorsan felmászunk, mert a sav az kinyír. Így van. Minél gyorsabban. Remélem nem fog beakadni megint. Hát most majd egy ilyen eszkippel átléptetjük legfeljebb. Hirtelen megfordult és leugrott egy gyilkossági akciót követett el a főhősünk. Jó. Régebben nem csinált ilyet a játék amúgy. Nem tudom miért. Direkt. Pont most csinálja ezt amikor. A programozói háttér egyébként a Python. Tehát Pythont használ a játék. Csak hát azóta már ilyen net framework meg mindenféle dolog be van. Hát igen, most az a baj, hogy nem mondta el, hogy mi van, de... Megvan a rúnánk. Vegyük lényeg az, hogy megvan a rúna. Hagyjuk. Ahura Mazda, the father of all things, made the primordial chaos, and of how he took part of the formless mass and separated it, creating light and darkness, giving them both life and their own thoughts, and how he rejoiced in what he had done. Finally he had company and no longer felt alone. Átugorhatsz éppen. Vissza hogy jövünk? Hát úgy körben mész, és akkor így leugrasz az egyik peremre. Itt egy mentést adom. Jó. Megteszek. De ne úgy. Ah. Így még nem is próbáltam.
Hát ebből sok van, úgyhogy én azt csinálom, hogy megiszem a sajátomat és felveszem ezt. Hát egyszerűbb gyógyítani a sérüléseket. Ilyenkor szoktam inni. Igen. És ha jól tudom, körbefutunk, akkor fel tudunk ugrani. Menjél oda a másik oldalra. A sav az úgy látom megállt. Így, hogy felvettük a runát. Igen, ilyenkor már nem emelkedik. És onnan majd egy ilyen perem részre be tudsz ugrani ott bal oldalon. Vagy a másik oldalról kell. Menjünk egy kicsit közelebb. Menjünk át a másik oldalra. Hm? Valószínűleg onnan lehet. Jó, elkezdett sötétedni odakint. Ja. Na, itt átugrunk. Csak mentsél egyet. Hát mentünk mindenhol, mert előfordulhat, hogy hibázunk. Hát persze. Mint beszéltem. És még játék is beakadt. Hát előfordul. Előfordul. Ez is csak a szórakoztatások érdekében csináljuk. Igen. Valójában kis ujjadban van neked is a játék. Persze. Igazából nehéz megszokni ezt az irányítást, mert nem az én kezemre van állítva itt. Na de... Ahhoz képest jól nyomod. Ennyit jelent a profizmus. Csak szerényen, igaz? Igen. Ennyi. Nem baj az. Ez is része az maga életnek. Biztosan, mert csak nem tudom irányítani. A halál is része az életnek. Ja. Megmutatjuk, hogy hogy kell. Hogy kell hatékonyan megdögleni a játékban. Igen. Na, de túl is vagyunk a egyik róna beszerzésén, igaz? Innentől kezdve már csak 5 darabot kell begyűjteni. Úgyhogy... Itt nincs probléma. Így van. Na. Igen, erről beszéltem, ezt az ajtót ki is nyitottuk. Tehát ez volt az egyik hely. De most nem kell oda átugrani. Most menjünk le ott le. Itt le kell másznunk. És annyi most nem jobbra, hanem balra megyünk. Úgy van. Hát itt megint hát itt egy... én itt a biztonság kedvéért mentek, mert néha nem ugrik. Ugye, úgy lesz egy pálya, sokat kell ugrálni, akkor azt majd én viszem lehet. Jó. Micsoda a Nejöb... Oasis of Nejöb, na ott. Ott rengeteget kell így ugrálgatni jobbra-balra. Na nézzük itt, jól emlékszem, nem sokára visszajutunk oda, ahonnan jöttünk. Most ilyen pókok fognak jönni mindjárt. Pókicák. Mérgezni tudnak minket. Ahhoz képest, hogy ilyen apró kis teremtmények ezek elég nagyot sebeznek. Meg még mérgeznek is. Na itt, hogy is van? Itt most visszafelé, itt majd balra kell lefelé menni. És ott van az első kő, amit meg kell szereznünk. Igen, meg is van a zöld kövünk. Ami megint egy csapda jellegű. Azokat szabdaljad. Igen, ezek alapból is így össze vannak szabdalva. Textúra szintjén. Mint hogyha ilyen bőrcafatkákból rakták volna rá a bőrét ennek az állatnak. Egy szörnynek. Nem is kell lokkolni őket. Dögök. Hát ilyen tapasztalat pont. Vakarcsok. És itt mászhatunk is ki. Ne arra. Itt lent kell másznunk. Jobbra. És akkor ott fel. Nem az, balra. Hát igen, már régen voltam itt. Kicsit elszoktam. Lassan 10 éve, nem? Hát, ezzel játszottál azért, vagy 8? Igen, 9. igen, lassan már 10, igen. 2001 és 2005-ben érettségiztünk, tehát akkor 2001-2002 körül. Ja. Hát ez már több mint 10 éve. Hát már több mint 10 éve. Nem csak, hogy nem emlékszem a helyekre. Ahhoz képest, ja. Igen. Na itt megnézzük. Nincsen. De rossz, hogy nem tudom kinyújtani a lábam, vagy ki tudom? Jó. Nincsen étel. Mert Toszkár, hogy is van itt? Fordulj meg.
És akkor majd tudod, itt lesz, fordulj meg. És akkor ott menni egyenesen. Mentsél egyet, mert itt majd lesz egy ilyen brutális ork. Amit simán levágok. Hát simán persze. Semmi gond nincs vele. Meg egy orkó is van. Hú, ez szép volt. Húha. Veszélyes dolgok vannak. És ráadásul ennek egy ilyen 300 életerős pajzsa van. Ezt még nem is olyan könnyű szétütni. Néhányat rá kell vágni. De most mindjárt szétesik a pajzs, úgyhogy nyugodtan üssöd. Ezen. Ennyi volt az ork, meg is szereztük a vaskulcsot. Igen, szóval mindegyik karakterrel lehet taktikázni. Ráfogod, de szerintem egy... A barbár az azért jó, mert az a valóban olyan taktikákat lehet kifejleszteni, hogy szinte hibátlanul végig lehet vinni az egész játékot. Látjátok, én is itt bénázok, mégis sikerült megcsinálni. Annak ellenére, hogy már 10 éve nem játszottam. Igen. Na, itt ki is jött. Ez milyen durva, hogy most már mi is ilyen évtizedekben kell, hogy gondolkodjunk, nem? Ja. Nem vagyunk idősek. Hát nem. Annyira nem. Még én már 10 elmúltam. Azért azt hozzáteszem. Én is. Te mennyi vagy? Hát több mint 10. Több mint 10. Igen, na itt egy Trident nevű lánzsa, ez is egy ilyen Amazon fegyver. Igen, azt nem tudjuk használni. Viszont ott van egy 500-as itt a... Na, az előbb ittam meg, vissza és jött. Erről beszéltem. És van most egy 500-as itt vagyunk kb. Vigyázz ne, hogy magad a liftünk. És vigyázz ne, hogy alá. Itt egy mentés. Még mindig kopasz. Így van. Kopaszok vagyunk. Na mondjuk te tényleg elég kopasz vagy. Nem akarod kicsit megnöveszteni a hajad? Vagy próbálod? Próbálod csinálni. Mhm. Ja. Nyom meg még egyszer. Mehetünk vissza, szóval azért volt az kiír volt a save game-nél, mert tényleg kopasz vagy. Igen. Oscar meg hősies, heroik. Heroik, hát igen, nekem heroik. De szokott hosszabb is lenni, most is nemrég vágtam a haját. Mehetünk vissza, igaz? Ha menjünk, ne van arra, hanem forduljunk meg. Menjünk fel a lifttel. Igen, ez felfelé viszi, jó. Igen, célszerű Oscar-t megkérdezni, mielőtt valamit csinálok. Igen. Most akkor jobbra menjünk el. Tudunk menni haza. Igen, csak majd itt mentsél, mert megint lesz egy ilyen szakadék. Igen, plusz. Már normál szintre visszahúztam, úgyhogy már kezd alakulni. Profin. Itt a jeltomba arra kell lemenni, igaz? Uh-huh. Így van, így van. A piros kőért, vagy a zöldért? Lehet a zöldet most szereztem meg. Ja, a zöldet az most szerezted meg tényleg. A másik akkor. Kő. Hát vagy a kék, vagy a piros. Azt mondom, hogy a kék. Kék lesz. Ez egy jó hely. Uh-huh. A kék. A Pimaszul elfogyasztotta. Ezért kibelezzük. Hát igen. Na itt. Én most Ákos bedurvul, utána szalad és akkor... Muszáj kinyírni. Hallottad ezt a hangot? Hát ez tömény akció. Beleszt ki. Yes. Na itt megtalálkozunk fogunk a sok ellenféllel. Igen, ezek túl kicsik ahhoz, hogy eltörjük őket néha. De sima egyenes ütés a jó egyébként ezek ellen. Sima kattintás. Igen, na ez már töményedik.
már tömény gyönyör. Egyébként azokat az ellenfeleket, amelyeknél nincs pajzs, azt én úgy szoktam, hogy neki megyek és elkezdem csapkodni jobbról-balra, mert az pajzsról ugye nem tudja kivédeni, tehát öltől végig. Csak arra kell figyelni, hogy az energiád ne fogjon el. Ez az... Hát elfogyott az energiád, de még is meghalt. Vedd fel azt a izét, kégem ugyanis, csak egyre van szükség. Kivetted a tömegsírba. Meg is iszok egyet, szeldes ittókát, mert még azért a szintlépés messze van. Meg ugye itt is úgy van, hogy ha szintet lépünk, begyógyuljunk minden sebet. Igen, igaz? Akkor maxra megy az életerő. Úgyhogy arra is tényleg figyelni. Egyébként ott fent a karakter életpont meg szint csíknál ott van az a... Piros. Hogy megszereztük az első rúnánkat. Ja. Ugye? Igen. Az azt jelzi. Az egyik rúna. Nem, mert mehetünk is vissza. Még 5 darab van. Igen. Nem kell ott felmászni. Én is egyébként először így vittem végig, de... De itt egy... Látom egy ilyen ajtó. Igen, ott egyszerű kocsak kimész. Ahol megszereztük meg a kulcsát az orktól. Amúgy én is mindig úgy csináltam, hogy felmászok. Nem tudom, miért pedig így. Eredetileg így lett. Én egy mentést. Bevállalok. Most már nem vagy bold? Már nem, most már normál. Előbb-utóbb én is heroit leszek. Hát, ha így folytatod, simán. Hoppá, ezt azért nehéz tudni, hogy volt meg is. Félbevágtuk. Jó kis sonkát lehet belőle csinálni. Azt csináltad vele, amit a Terminátor szokott, hogyha közbeszólnak, félbeszakítja. Félbeszakítottuk, ja. Na most mehetünk a piros utcasért. Igen, csak újabb ellenfelek jönnek. Hajrá Ákos, ne hagyd magad. Ezek amúgy nőstények. Az orknak a női megfelelője. Igen. Legalábbis én így értelmeztem ezt mindig. És mehetünk az utolsó helyünkre. Látod ott egy tegez? Az például tele volt nyillal. De igen, most... ezt a minden lőtt le minket az orka. Jó. De már vettem fel egy tegezt. Uh-huh. Jól emlékszem. Mi jó, hogy mi tegeződünk. Ja. Igen. Kaja. Mehetünk. Ami nem sokat gyógyít, de azért néha célszerű megenni. Valamennyit ér. Na most itt mindenképpen mentső, mert ez a lift, ez gyilkos. Tehát ez nekem úgy ötször ölte meg a karakteremet, amikor mentem vele lefelé. Főleg a törpével veszélyes, nem tudom miért így beakar, és akkor is sebző, elkezd sebezni. De akkor át, hogy így 5000-et sebződsz tőle, majd meghalsz. Úgy tetszik, most nem jelentkezett ez a hiba. És akkor ott menjünk le. És ott a kis híd alatt bemegyünk a barlangba. Pókbarlangba. És itt szerezzük meg a piros gemünket. Arachnofóbiásoknak nem ajánlott a játék. Hát igen. Mi már csak ilyen pókos játékokkal játszunk itt. Power potionünk van. Hát akkor én célszerűen... Hát most én megiszom ezt. Azt mondom, hogy ezt ígyük meg. Most. Úgyis találtunk egyet a földön. Lehet, hogy elvesztegetted. Vagy kiütötték a kezedből. Nem? Akkor jó. Ezt megiszom, csak megnézzük, hogy milyen erősebbnek lenni. Látjátok, az értékeket megnőttek. És most nem fog fogyni a energiát, hogyha támadsz. És ott az új. Mutasd meg, tehát most támadjál egyet. Az zöldség az most nem is fog megjelenni. Igen, ilyenkor energia nélkül. Szóval nem kell energiás az ütésekhez, úgyhogy tökéletes. Amíg ez rajtunk van, addig erősebbek leszünk. Hát egy percig kb. Az mászni kell fel. Kb. Egy percig. De itt is van olyan, hogy script eleve van. Tehát ha kimész egy helyszínről, akkor egyből megszűnik a hatása. Nem tudom, ennek mi értelme itt volt. Mehetünk tovább, ugye. Fejlesztők miért így csinálták. Uh-huh. Hát igazából megittem feleslegesen, de nem baj ez. Szeretjük a kék szint. Igen. Na úgy látom, hogy kezd megszűnni a képesség. El is tűnt. Na, egy újabb ákosos helyzet. Itt egy mentés. Igen, fegyvereltétel nélkül. Nehéz átugrani bárhol is,
Nem baj, normál vagy. Előbb-utóbb megszokom én is normális ezt a problémát. Igen. Először amúgy itt úgy ugrottam át, hogy felmásztam a korlátra és úgy onnan. Te is? Itt már nem nagyon emlékszem. Na, itt viszont oldalon kell ugrani. Úgyhogy... Úgy van. Hát szépen lejtő, leesel. Azaz. Hát azért elmentem itt is. Azt vedeljél. Ezt megisszuk. Yep. Maximálisan kihasználtad ezt az italat. Ennyi. Minden megtörtént. Mehetünk tovább. És meg van nyugos. Ragadnak rád a nőstények? Csak persze, mindig tudtunk bánni. Alig látunk ki a nőstényektől. Akik egymást is meg tudják ölni. Így van. Húha. Blokkoljad a másikat. Hopp, lecsaptuk a fejét az egyiknek. Jó kis csata volt. A követ meg is szereztük a követ. Most már lassan mehetünk oda. Most már lassan nagy követek leszünk. Cél felé. Igen. Nagyon bénák ezek a poénok. Jó az. Na mehetünk is vissza. Na most ugye ott betöröd azt a kis fajtót. Szemben. Ez akkor ott lesz egy kasza. Egy kasza. Screech. Skitch. Skite. Skite. Túl sok tárgyad van. A Chaos Cardot az dobd el szerintem. Igen. Ezt úgyse fogjuk használni. Akkor... Eldobni az egyik fegyverünket. És akkor most tartsd lenyomva a backspace-t. És egy kattintás. Nem sokat használt veszünk. Jó kis kaszát megszereztük, amit látom, hogy lehet használni. Hát ez is egy ilyen jóféle fegyver. Hát főleg a vörös támadásra jó. Alapból egy kicsit körülményes vele betalálni amúgy, de a vörös támadásra az nem rossz. Ki is próbáljuk. Majd ezért. Majd mentsél itt is, nehogy a lift kinyírja. Kicsit durva. Na, menjünk vissza. Szépen, mágnesesen tapad a hátunkhoz a fegyver. Ez bírnám, hogyha a fegyvernek a vége beakadna a falba időnként, csak így megrántana a barbárt. Ezt a kaszát egyébként úgy célszerű használni, hogy oldalra ugrás támadás jelleggel. Jó erős a kasza. Ja. Látja, látható. Jó erős mint. Jó erős. Jaj. Vagy itt is menj csak egyet. Nagyon bivaj. Nagyon erős. Hát, biztonsági játékra hagyatkozunk. Igen, itt lesz most egy akadás. Ezt most garantálom, úgyhogy ezt át is fogjuk lépni. Itt annyi lesz, hogy majd berakja a köveket, és akkor a karakteri visszasétál egy ilyen lifthez, és akkor azzal lemegyünk. De ezt most majd át fogjuk léptetni. Néha beakad. Ez itt mindig beakad. Ez itt mindig beakad. Nem tudom miért. Na, nem. Az az. Szépen néha beakadnak a dolgok. Most mindjárt berakod a harmadikat, és akkor megnyomom az Escape gombot. Behelyeztük a három gemet. Ja. Na, és most le is jöttünk középen a lifttel. Na itt, ha jól emlékszem, egy nagyobb falat ellenfelünk lesz, ami... Konkrétan egy troll. Na, ki is próbáljuk a... És kaszabolós. Ezek azok a trollok, akik így YouTube-on szoktak beszólogatni. Most jól lekaszáljuk. Igen. Nekem még eddig nem szóltak be. De hogyha befognak, akkor ez fog történni. Akkor rátok úszítom Ákost. Hát ez nagyon gyenge falat ez a trollfiú. Ja, főleg ezzel a kaszával. Sűű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 
úgy látom, hogy az a fegyver is talán egy barbár fegyver. Nem, az nem. Az a törpéjé. Barbárnak is van egy ilyen fegyvere, csak az nagyobb. Az kb. Kétszer akkora. Szaglátjuk az ember. Kis szarista. A földön is, ha akarjuk. Megszarizod? Mindent le lehet várni. Még a testrészeket is egyébként lehet fegyvernek használni, csak nem sok értelme van. Igen, meg is mutatjuk. Lehet, hogy pont a trollét nem lehet. Na, mindent felvenni, látszik. Nem baj. Egyik legkönnyebb ellenfélekkel a troll, mert nagyon lassulom, ha béna. És beszólógat állandóan. Itt átugrunk. Elég sötét szakasz lesz most, hogy fákját vihettél volna mindig. Tibalta, Sharp Axe lesz, ha jól tudom, a lovagnak a fegyverzete. Nem, törpéjé. Vagy ez, bocsánat, törpéjé. Nem bocsátok meg! Benéztem. Na most hova ugattunk be? Hát most elég sötét helyen vagyunk. Én visszaváltok a kedvenc kardomhoz. Igen, most itt ilyen golyók fognak gurulni, majd erre vigyázzál. Szerintem maradjál ott, ahol a fákja van. Menjél oda és várd meg, hogy legurulnak. Én így szoktam. Hogyha pont itt állsz meg, akkor nem. Amúgy sem egy vészes. Nem. Annyira nem. Újra jár golyók, nem tudom vészesen. És fizika. Ja. Nagyjából kipréselik nekünk a... ...vészeseket. Ennyi. Yeah. The internal problems. Could be solved with these bolts. Jó. Akár. Hát a fákjánk elaludt, úgyhogy ez mehet a kukába. Jó. Mint egy frisbee. Vigyázz. Itt mentek. Úgyhogy innentől, igen. Ha jól tudom, a pályának vége lesz. Így van. Úgyhogy remélem izgalmas volt ez a pálya is. Izgalmakkal teli, de az egyik legfontosabb dolgunkat, a runákat megszereztük itt is. Igen, az volt. Egyébként, hogyha nem szerezzük meg, akkor a utolsó pálya után, utolsó előtti pálya után megszerezhetjük még, amit elnéztünk esetleg. Itt majd le kell lesni. Tehát van rá mód, hogy utólag bepótoljuk, csak hát mi olyan profik vagyunk, hogy már így menet közben ezt megcsináljuk. Na, hát ez volt akkor az első rész, most mindjárt jön egy ilyen záró animáció. És aztán hamarosan jön a következő rész, úgyhogy majd stay tuned. On his return from the War of the Sword, Valier was greeted with celebration and appointed king at the base of the mountain. He took his place on the throne and reigned from the stone hall with many pillars. The doors were thrown open and trailed with his staff. Eljünk a törpe királynak a feleségéhez. Hova? Ephira sírtömbjéhez, síremlékéhez fogunk menni. Majd ugye a következő utáni pályán. Most még először Telhalafba megyünk. Ezt be is aktiválom. Most jön majd Telhalaf, de ez majd már a következő résznek a tartalma lesz. Úgy látom, ízlik a süti. Uh-huh. Ja. Egészségedre. Köszönöm. Közben fülelek, hogy mikor ér véget a beszéd. Mert ilyenkor felolvassa. Ugye, na, jó, akkor sziasztok!